Már égnek a mécsesek ezen a síron, és friss virágot is hoztak rá. Érezhetően egyre nagyobb a forgalom a mosonmagyaróvári temetőkben. Ez a hétvégéig csak nőni fog. Az ünnepre és a rengeteg látogatóra itt is felkészültek. Mindhárom mosonmagyaróvári temető a szokottnál tovább tart nyitva a hétvégén. Pénteken, szombaton és vasárnap reggel 7 órától egészen este 8-ig lesznek látogathatóak. A Mindenszentekre való felkészülés tulajdonképpen egész évben folyamatosan történik, mivel meg lehet nézni a temetőbe, teljesen tele van lombos fákkal. Ez az egész év minden napján munkát ad nekünk, de fokozottan a nagy ünnepre való tekintettel Mindenszentek azért mégis egy olyan megemlékedésnek a dátuma, amikor aki egy évben csak egyszer tud ellátogatni a temetőbe, az is megteszi, így legalább szépen kitakarított rendbe tett temetőbe jöjjön és gyújtsa meg a gyertyát a szerettei sírján. Ilyenkor kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt felkeresik elhunyt szeretteik sírját, hogy méltóképpen emlékezzenek meg róluk. A várható nagy tömeg miatt Busz Sándorné azt kéri a látogatóktól, hogy figyeljenek magukra és egymásra, és legyenek türelmesek. Fokozottan figyeljenek arra, hogy olyan helyen gyújtsanak csak gyertyát, ahol nincs éghető anyag. Nagyon vigyázzanak, mert hiába van közvilágítás, mint három temetőbe, azért 17 órától, tehát 5 órától olyan sötét van már, hogy egymásra vigyázzanak, magasabb sírköveknél balesetveszélyes, megcsúszhatnak, úgyhogy ezekre kérjük, hogy idős emberek egyedül ne jöjjenek a látogatás, ne jöjjenek a temetőbe. Mindenszentekre és a halottak napjára a rendőrség is fokozottan készül. A rendvédelmi szervek mindhárom mosonmagyaróvári temetőnél jelen lesznek. Feladatuk a közlekedési rend betartatása és az esetleges problémák megoldása lesz.